Üdvözöljük Önöket a 700-as klubban. Irán és csatlósai a tábornokai elleni támadás miatt továbbra is bosszúval fenyegetik Izraelt. Utalnak arra is, hogy az Egyesült Államok is célpont lehet. Izrael felkészült egy megtorló csapásra. Ugyanakkor az IDF figyelmezteti a lakosságot, hogy az északi határon a konfliktus eszkalálódik. Riportunk következik. Irán legfelsőbb vezetője megesküdött, hogy Izrael meg fog fizetni az emberei elleni támadásért. Egy nagy pofont fognak kapni. A cionista rezsim napról napra gyengülni fog, és közelebb kerül a bukásához és a pusztuláshoz. Raisi iráni elnök és Hassan Nasrallah Hezbollah vezető utalt arra, hogy az USA is célpont lehet. Amerika kétségtelenül egy megkerülhetetlen partner a cionisták gázai büntetteiben. Az ellenséget le fogjuk győzni, és velük azokat is, akik mögöttük állnak. Irán a közelgő Al-Quds napot megtorlásra használhatja. A ramadán utolsó péntekén az irániak halált skandálnak Izraelre, és követelik Palesztina úgynevezett izraeli megszállásának megszüntetését. A fenyegetést megelőzve az IDF megerősíti légvédelmét, és lemondja minden katonai pilóta szabadságát. A légvédelmi csapatokat pedig behívja a szolgálatra. Miközben az ország növeli a védelmet, támadásra is készül. Az izraeli média hírt adott az IDF által indítandó médiakampányról, amellyel felkészítik a civil lakosságot az északi eszkalációra. Miközben az ország fokozott feszültségben van, Benny Gantz felszólította riválisát, Benjamin Netanyahu miniszterelnököt, hogy két évvel a tervezett előtt járuljon hozzá a szeptemberi új választásokhoz. Úgy vélem, hogy az izraelieknek meg kell újítaniuk a vezetésükkel kötött szerződést. Netanyahu Likud pártja szerint a választások lebénítanák Izraelt, miközben háborút folytat Gázában, és készül a Hezbollah elleni harc fokozására. A katonák még a Hamasszal harcolnak Gázában, és egy sokkal nagyobb háború is fenyeget a Hezbollával északon. Ha most választásokat tartanának, az tényleg megbénítaná a politikusok cselekvőképességét, beleértve a miniszterelnököt is, aki csak egy ügyvivő miniszterelnök lenne, korlátozott felhatalmazással, ahhoz, hogy úgy vezesse a háborút, ahogy az valóban szükséges. Amíg Izrael a nemzetközi segélyszervezetek 7 munkatársának Gázában történt véletlen megölésének következményeit kezeli, Netanyahu és Biden elnök telefonon beszéltek egymással. Míg Biden felháborodását fejezte ki a halálesetek miatt, és ellenzi Izrael céljait, Rafa megszállását és a Hamas utolsó gázai katonai csapatainak megsemmisítését, a Fehérház kitarta mellett, hogy támogatja Izraelt a Hamas elleni háborúban. Chris Mitchell, CBN News, Jeruzsálem. Kilencszer volt elvonón, 14-szer tartóztatták le, 5 autóját törte totálkárosra. Brian kábítószer függő volt, és hosszú éveken át pusztítás járt a nyomában, mert egyenes úton volt a halál felé. Egyszer aztán személyesen találkozott is vele. Az orvos szorongásra és depresszióra adott egy szert, amit fájdalomcsillapítóval együtt vettem be. Beültem a kocsiba, és úgy 110-zel mentem, amikor elvesztettem az eszméletem a volán mögött. Amikor magamhoz tértem a börtönben, először arra gondoltam, hogy most kiderül a titkom. A külső szemlélőnek úgy tűnhet, hogy Brian Estudónak mindene megvolt. Szerető család, sikeres vállalkozás és drága autók. Ezek azonban csak bizonytalanságát és magabiztosságának hiányát palástolták. Úgy éreztem, hogy csak annyit érek, amennyi pénzt keresek. Több százezret kerestem évente, volt egy Mercim, egy BMW-m, nagyházam, ezért úgy éreztem, vagyok valaki. Kisfiúként Brian nagyon boldog volt a gyülekezetben, és megkérte Jézust, hogy költözzön a szívébe. De a gyülekezet csak társadalmi esemény volt, nem szellemi megtapasztalás. Elmentem a nyári bibliatáborba, a biblia tanulmányozásra, gyerektáborba, mindenre, ami elérhető volt, amit csak szerveztek, és nagyon élveztem is. De nem kezdtem el személyes kapcsolatot kialakítani Jézus Krisztussal, sokkal inkább a tilalomfák evangéliumát éltem át. Tinédzser korában Brian a fitness megszállottjává vált, és hamarosan a lányok is felfigyeltek rá. Nem kezdtem el szexuális életet élni, de tisztátalan gondolataim voltak. Az egyetemi évek alatt le is feküdt számos lánnyal.
Azt szerettem volna, ha még jobban felfigyelnek rám. Ezért minél jobb formába kerültem, annál több barátnőm volt, és annál több bűnt követtem el. Bűn és bűnbánat váltogatták egymást. Így éltem. Ekkor a fitness helyett a pénzkeresésre került át a hangsúly. Két év után otthagyta az egyetemet, és dolgozni kezdett. Mindig azt próbáltam keresni, hogy mit vegyek meg, vagy mit tegyek, amitől boldognak érzem majd magamat. 20-as évei végére Brian már több gyorséttermet vezetett sikeresen. Menő életmódja ellenére továbbra is ürességet érzett. Volt olyan, hogy ott voltam egy óriási házban, a feleségem és a gyerekeim aludtak. Én meg csak arra tudtam gondolni, hogy ennyi az egész. Ennyi az élet. Aztán 32 évesen, három lábműtét után, Brian talált valamit, amivel az űrt kitölthette. A fájdalomcsillapítókat. Eufóriát éreztem, önbizalmat. Mindent megkaptam, mindent. Azokban a pillanatokban szuperül éreztem magam tőle. Eldugtam a gyógyszereket, titkoltam, amit csináltam, és folytattam az életemet. Ezzel akartam palástolni a fájdalmat, a bizonytalanságot, az önbecsülés hiányát, a jellemhibákat. Az összes bajomat elrejtettem, és folytattam az életemet. Utáltam magamat, és mindent megtettem volna azért, hogy leragaszthassam a fájdalomcsillapító raktapaszával ezt az egészet. Gyógyszerfüggősége nem sokkal később kábítószerfüggőségre változott. Kokaint és metamfetamint használt, hogy valahogy kibírja. 8 évnyi függőség után a felesége válni akart. 9 elvonó kúra, 14 letartóztatás, 5 totál kára tört autó után a feleségem kirúgott a házból. Tudtam, hogy többé már nem lehetek a gyerekeimmel. Emlékszem, hogy milyen kétségbe esett voltam. Enyhíteni akartam a fájdalmon, mert már nem tudtam elviselni azt, amit éreztem. Ekkor Brian azt tette, amit mindig ilyen esetben, droghoz nyúlt. Ezúttal viszont túladagolta magát. Csak arra emlékszem, hogy a pokol mélyére utaztam. Nem tudtam felkiáltani, ezt senki sem hallott meg. Én hallottam az embereket, hallottam, ahogy sikoltoznak, de ők nem hallottak engem. Feltűnt előttem az összes olyan esemény, amikor a sötétséget választottam az Úr helyett. Ahelyett, hogy megalázkodnék. Azért voltam ott, mert újra és újra elutasítottam az ő hívását, de ő utánam jött és azt mondta, alázd meg magad, Brian, alázd meg magad, hogy segíthessek rajtad. Add át az életedet, hogy segíthessek. Ekkor megértettem Isten szeretetét, és azt, hogy ő milyen igazságos. Akkor remény támadt bennem, és felkiáltottam hozzá. Adj még egy esélyt, és neked adom az életemet, mindent átadok. Ő pedig azt válaszolta, szeretlek. Amikor Brian magához tért a fürdőszoba padlóján, újra átadta életét Istennek, és hamarosan bejelentkezett az LA Dream Center elvonójára. Azt tanultam meg ebből, hogy milyennek kell lennie az életünknek, ha Istent helyezzük az első helyre. Brian elmondta, hogy 2 évig járt kezelésre, és ez alatt Isten megszabadította őt függőségétől. Azt is megtanulta, hogy igazi örömben akkor élhetünk, ha azt Istenben keressük, nem a materiális javakban. Stefanival kibékültek, és újra összeházasodtak. Brian ma már országszerte mondja el bizonyságát arról, hogy Isten szeretete és kegyelme akkor is elérhető, ha látszólag már nincs remény. Nem csak kihozott a pokol mélyéről kegyelmével és irgalmával, hanem azt is megértette velem, hogy miért választott ki, miért szeret engem. Amikor megaláztam magam, megértettem, hogy milyen Isten is ő. Milyen szerető Isten, milyen igazságos Isten. Sokan gondoljuk azt, hogy Isten ellenünk van, amikor rosszat teszünk. De szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy Isten szeret minket, és azt akarja, hogy megalázzuk magunkat, és átvehessük az ő segítségét. Tudják, szerintem mindannyiunkban ott van mélyen az a vágy, hogy értelme legyen az életünknek, akivé válnunk kell, amit meg kell tennünk. De nem tudjuk megtalálni az életünk célját. Így az ember azt csinálja, amit Brian tett. Megmásszuk az egyik hegyet a másik után, de amint felérünk a csúcsra, nem találunk ott semmit. Aztán mindazt kérdezzük magunktól, mindegy, mekkora házunk van, hány autónk, mennyi
titulusunk. Ez minden? Van értelme és célja az életünknek, de az nem dolgokért, tárgyakért. Ez a cél nem olyasmi, amit elképzelünk magunknak, hanem a Teremtőnkkel való kapcsolat. Ahhoz, hogy ezt megszerezzük, először is el kell ismernünk, hogy van Teremtőnk, aki teremtett bennünket. Nem véletlenül vagyunk itt. Nem mint egy embrió, aki cél és tudatosság nélkül születik erre a világra. Ez ott van készen mindenki számára. Az ember sok mindent tehet fiatalon. Brian jól kezdte. Gyülekezetbe járt, ifjúsági csoportba, tanulmányozta a Bibliát és hasonlók, de eltévesztette a lényeget. Nem a cselekedet a fontos, hanem a Teremtővel való kapcsolat. Amíg erre nem találunk rá, bármit teszünk is, bármilyen célt tűzünk ki, az mind értelmetlen. Eljuthatunk az életünkben arra pontra, hogy azt mondhatjuk, mindent megtettem. Senki sem úgy tervezi, hogy speed vagy kokain függő lesz. De ez történik, ha más dolgokban keressük a megelégedést. Azt hiszük, boldogságot találunk. Betöltjük a bennünk lévő űrt és magányt. Közben egy sötét ösvényre tértünk. Brian esetében Isten kegyelme olyan helyre vezette, ahol láthatta, mi a választásainak a következménye. És akkor hozott egy döntést. Látják, az a nagyszerű az Istentől kapott életben, hogy van választásunk. Nem vagyunk állatok, sem növények, hanem emberek. Választhatunk. Van agyunk, szívünk és értelmünk. Azt szeretném most mondani önöknek, hogyha érzik azt az ürességet, amit Brian is érzett, hogy már régóta keresztény az ember, de valahogy nincs ott a lényeg, nem ad megelégedést. Ha most ön is üresnek érzi magát, távol Istentől, ugyan kihagyta el a másikat. Hát nem ő. Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő szereti önt ebben az állapotban is. De túlságosan szereti ahhoz, hogy így hagyja. Nagyobb dologra hívta el. Tőle és általa érte van célja az életünknek. Szeretné megismerni ezt a célt? Ez nem titok. De oda kell mennünk hozzá, és azt mondani, Istenem, visszaadom neked az életemet. Te adtad azt nekem, és most én visszaadom neked. És amikor azt mondjuk, hogy alárendeljük az életünket Jézusnak, azzal azt mondjuk, hogy nem a saját hegyeinket másszuk többé. Nem azokban a dolgokban keressük a boldogságot, amik csak ürességet és elégedetlenséget hoztak, hanem azt mondjuk, Istenem, elismerem, hogy mindezt Te teremtetted, és hogy én is különös és csodálatos módon része vagyok ennek. Kérlek, segíts olyan életet élnem, amit Te terveztél számomra. Ez az alárendelés. Többé nem az én utamat, hanem az övét járom. Mert ez az út vezet az örök életre, és ez nagy ajándék. Jézus azt mondja, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek hozzá, és vele leszek. Nem csak most, hanem örökre. Egy nagyon rövid utazáson vagyunk, ami olyan örökké valóságba vezet, ami számunkra készült. Ne hagyják ki! Ez azzal indul, hogy behívom Jézust a szívembe, elismerve, hogy bűnös vagyok, és megváltóra van szükségem. Jézus fizette ki értem ezt az árat. Ezért ma arra kérlek, hogy légy az életem ura, a lelkem megváltója. Töltsd be Szent Szellemeddel, hogy halljam a hangodat, és a szívem engedelmességgel reagáljon rá. Ez a megoldás. Ez van minden hegy tetején, ami számít. Ez az alárendelés, a döntés és az engedelmesség annak, aki jobban szeret minket annál, mint el tudnánk képzelni. David Shearwell született, ami 3 éves korára a normál méretéhez képest 3-szorosára dagadt, és erős láz kezdte el gyötörni, ami rohamokhoz is vezetett.
Anyukája ekkor nagyon elkezdett aggódni, hogy meg fog halni. A 3 éves David lágyéksérvel született. Anyukája Debbie akkor kezdett el aggódni, mikor azt látta, hogy a csomó a normál méretének 10-szeresére nőtt. Annyira nagy volt. Azon gondolkodtam, hogy a fiamnak miért kell ennyit szenvednie. David sérve és az azzal járó fájdalom megakadályozta abban, hogy barátaival és unokatestvéreivel játszon. Debbie állítása szerint először csak egy csomót észlelt, később alakult ki 2. Nagyon sokat sírt, mert nagyon fájdalmas volt ez neki. Emlékszem, egyszer a szokásosnál többet sírt a fájdalomtól, és majdnem 2 hétig tartó láza volt. Ezen felül egy rohama is. Nagyon féltem attól, hogy meg fog halni. Rendkívül szegények voltak. David édesapja $3 keresett egy héten. Számukra elérhetetlen volt a sérvműtét. Nem engedhették meg maguknak anyagilag. A szívem mélyén szerettem volna, hogy meg tudják operálni a fiam, de ez lehetetlen volt. Egy nap az a rokonuk, aki az Operation Blessing-en keresztül kapott ingyenes műtétet, összekötötte velük a családot. Ezt követően mi kifizettük Davidnek a műtétet, hogy megszűnjön a sérv. Most már David tud futni és játszani is a többi gyerekkel, fájdalom nélkül. Szeretnénk megköszönni az Operation Blessing-nek, hogy segített a fiunknak helyreállítani a sérvét. El sem tudom képzelni, hogy milyen lett volna a fiam élete, hogyha nem találkoztunk volna az Operation Blessing-gel. Curtis Parks egy tehetséges zenész volt, aki rockstar akart lenni. Évekig űzte az álmát, de amikor közelért hozzá, végleg lemondott róla. Lássuk. Arra vágytam, hogy csodáljanak. Rockstar akartam lenni. A hírnév motivált. 2004-ben azt hitte, az álma valóra válik. Beválogatták az American Idol tehetségkutatóba. Úton volt Hollywood felé. Azt hittem, ez lesz a nagy áttörés, a nagy pillanat. Curtis egy virginiai kis faluban nőtt fel, apja prédikátor volt. Zenei tehetsége korán megmutatkozott. Szülei bátorították is, hogy képezze magát. Apja szerint Isten okkal áldotta meg zenei tehetséggel. Apám azt mondta, alapítunk egy gyülekezetet, ahol majd te leszel a dicséret vezető. Apjának igaza lett. Curtis 15 évesen egy nyári táborban átadta életét Jézusnak. Majd 3 évvel később ő vezette a dicséretet apja gyülekezetében, élvezte a rivalda fényt. Már az elejétől fogva magával ragadott az emberek elismerése. Azt gondolta, egész fantasztikus vagyok, így van. Mire befejezte a Virginia Tech főiskolát, álmai messze túlszárnyalták a gyülekezet falait. A jövőjét lemezszerződésekkel és teltházas koncertekkel képzelte el. Még az iskolában alapított egy zenekart, ami népszerű volt a diákok körében. Klubokban és különböző bulikban léptek fel, de nagyobb koncertekre is hívták őket. Amikor csak színpadra álltam, imádtam. Közben továbbra is vezette a gyülekezeti dicséretet. Kereszténynek tartottam magam, bár nem sokat imádkoztam, csak eljártam a gyülekezetbe. 2004-ben Curtis jelentkezett az American Idol tehetségkutatóba, és bejutott a verseny első fordulójába. Bár benne volt az 50 legjobb között, végül kiesett. Teljesen összetörtem. 21 évesen azt hittem, vége az életemnek. Édesapja bátorítása adott reményt a folytatásra. Azt mondta, ha nem ez volt Isten terve a számodra, képzeld el, mit tartogat. Apám valószínűleg a dicséretre utalt, de én azt gondoltam magamban, oké, akkor majd máshogy leszek híres. Curtis 2005-ben egy kis lemezkiadónál felvette első albumát. Friss házasként feleségével Nashville-be költöztek. Még mindig nagyon önző voltam, a hírnév hajtott. Csak azt akartam megszerezni. De jött a rideg valóság. Curtis állandóan úton volt a fellépések és a lemezek népszerűsítése miatt. Hetek, hónapok, majd évek teltek el így. Ha aratott is némi sikert, a sztárság álma elérhetetlennek tűnt.
Állandóan bizonygatod magadnak, hogy egy nap majd sikerül, de az a nap soha nem jön el. 2007-ben egy ámokfutó lövöldözött a Virginia Tech főiskolán. A tragédia után a diákok és a közösség Curtist kérték fel, hogy volt diákként írjon egy dalt, ami segít feldolgozni a fájdalmat. Napi több száz levelet kaptunk. Azt írták, ez a dal segített nekik feldolgozni a történteket. Curtis végre kezdte megérteni, mire is utalt mindvégig az apja. Sosem gondoltam, mire képes egy dal. Lehet, hogy Isten ezért adott tehetséget a dalszerzésre. Aztán 2008-ban egy másik népszerű televíziós műsorba, az America's Got Talent tehetségkutatóba hívták. Először örömmel fogadta. Ez lehet életem fordulópontja. Aztán mindig erről álmodtam. De Isten szólt a szívemhez. Hallgattam a szelíd hangra, ami azt súgta, ne induljak el a hírnév útján. Azt mondtam, Istenem, legyen, ahogy te akarod. Napokkal később Curtis térden állva imádkozott. Újra és újra azt mondtam, Istenem, sajnálom, sajnálom, hogy a saját nevemet akartam ismertté tenni. Végre megértettem, hogy Isten azt akarja, azért írjak dalokat, hogy az ő nevét tegyem ismertté. Túláradó békesség járt át. Rájöttem, hogy nem kell tovább küzdenem. Majd Isten egyengeti az utamat. Curtis ma Isten dicsőségét kereső dicséretvezető és dalszerző. Mindannyian kaptunk egy életcélt. Amíg nem abban járunk, az életünk hiába valónak tűnik, mint egy végtelen keresés. Ha viszont átadod magad Istennek, béke és öröm tölt el. Jönnek az e-mailek. Carol ezt írta. Francia-kanadai vagyok, és szeretnék többet megtudni Izrael 12 törzséről. Izrael beazonosította már mindegyik törzs leszármazottjait? A leszármazottak Izraelben élnek napjainkban? Hol olvashatok ezek után? Carol, ez egy nagyszerű kérdés, de okkal nevezzük őket a 10 elveszett törzsnek. Izrael elveszett törzseinek. Számos történelmi írás említette már, hogy nos, itt van az egyikük. Megtaláltuk, hová mentek. Vagy mi vagyunk az egyik elveszett törzs leszármazottai. De egyik állítás sem bizonyosodott hihetőnek. Inkább tekintsünk vissza a bibliai történelemre. Amikor két királyságra szakadt Izrael, létrejött a 10 törzs északi királysága. A déli királysága a júdai királyság volt, ahol Júda törzse és Lévi törzse, a léviták törzse. Ez a két törzs élte túl az asszírok invázióját, amikor megtámadták Észak-Izraelt és foglyul ejtették őket. Ezért a történelem során nyomuk veszett. Időnként hallani arról, hogy például Kínában zsidókat találtak. A jezsuiták írtak erről, és a kájfengi zsidókról. De Indiában, Etiópiában és Afrikában is feltételezhető leszármazottakra bukkantak. Számtalan találgatás született már arról, hogy valóban az elveszett törzsek egyikéhez tartoznak-e, vagy a júdai királysághoz. De mindezek csupán történelmi rejtélyek maradnak. Világszerte felszólították már a zsidókat a visszatérésre. Ezt nevezzük Aliának. Amikor visszatérnek Izraelbe, a Szentföldre. Amikor több csodás esemény között Izrael és a nyelvek helyreállítása meg fog történni. Egyelőre nem áll rendelkezésünkre biztos történelmi bizonyíték. Ezért csak annyit tehetünk, hogy tovább vakargatjuk a fejünket, és csak találgatunk, mi történhetett. De egy biztos, amit az ige is megígér. Minden helyre lesz állítva, amit nagyon várunk. Nos, lejártam mai műsoridőnk. Te tanítasz engem az életösvényére, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Viszontlátásra!